Szerda délután két fiatal tehetség tűnt fel a Városházán, Balog Ádám és Balog Máté személyében. Az ifjú zenész testvérpárt a Virtuózok V4 Plus 2023-as évadában ismerhette meg a közönség. Ádámot az elődöntőben aranyhegedű díjjal ismerték el, és tovább jutott a Virtuózok V4 Plus nemzetközi döntőjébe, ahol szintén remekül szerepelt, Máté pedig Miklósa Erika és Keller András zsűritagok külön díját nyerte el. A Virtuózokban gyönyörű eredményeket értek el, de hát közben pedig igazi kis cserfes fiatal emberek, akik életvidámok, jókedvűek, az látszik, hogy nagyon okosak is, és nagyon-nagyon tehetségesek. Nyilván egy kicsit már most más az életük, hiszen a figyelem központjában élnek, tevékenykednek, és látják, érzik azt, hogy ez a tehetség felelősséggel is jár. Jó látni, hogy kifejezetten kérték, hogy a tanárnő is hogy jöhessen el velük, tehát érzik azt, hogy kinek az irányába tartoznak tisztelettel és hálával. Szerintem ez is nagyon fontos. És az, hogy egy édesapával, nagypapával vannak itt, az meg azt jelenti, hogy megvan az a bizonyos támogató család is. Ádám 6, míg öccse Máté 4,5 évesen ült először zongorához. Mindketten a székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskolában Németh Andrea zongora tanárnő keze alatt pallérozottak. Tehetségük hamar szembetűnő volt, mivel több országos versenyen is kiváló eredményeket értek el. Nagyon jó érzés volt számomra, hogy ilyen jó eredménye tértünk haza. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi felkészülés után ilyen eredménye lesz ennek. Én nagyon örültem a külön díjamnak, és nagyon izgalmasak voltak a koncertek. Cserpalkovics András az eseményen kiemelte, örömmel látná a két fiatal zongoristát a város különböző rendezvényén is, hogy minél több fehérvári megismerhesse őket, és kivételes tehetségüket.